Sziasztok, The Simsologist vagyok, és folytatjuk a The Sims 4 Laundry Day Stuff Pack-jének a kritikáját, méghozzá a Build and Buy móddal. Az előző videóban megmutattam nektek a ruhákat, a hajakat, meg mindenfélét, ami a Create a Sim móddal érkezett, hogyha még nem láttátok, akkor nézzétek meg azt is, de most megmutatom nektek az új bútorokat és minden elemet, ami építés módban érkezett. Már előre kiraktam itt egy ablakot, mert egyet kaptunk, illetve két darab ajtót, sajnos új padlóburkolatot és fal mintázatot, illetve tapétát vagy falfestést nem kaptunk, de mindenki tartsa szem előtt, hogy ez egy stuff pack, tehát nem tartalmaz olyan sok element, mint mondjuk egy expansion pack vagy egy game pack, úgyhogy igazából nem is csalódtam nagyot, ráadásul mikor szavaztunk az egyes bútorokról és elemekről, akkor nem volt szó arról, hogy szavaznunk kéne mondjuk parkettára vagy falfestésre is. Itt az egyik ablak, illetve az egyetlen ablak, amit kaptunk, és gyönyörű. Ezt angolul úgy hívják, hogy bay window, ami ilyen öböl ablakot akar jelenteni. Nyilván arra utal, hogy itt van egy ilyen kis ülőkerész, és egyébként nem tudom, hogy a szimek ezt tudják-e használni úgy, mint ülőhely, vagy nem. Vagy csak úgy van. Úgyhogy ez kicsit rejtély számomra, bármivel le lehet húzni így a föld szintjére, ezért nem valószínű, hogy ráülnek, de biztos vagyok benne, hogy mondjuk virágokat meg ilyesmit lehet odarakni, úgyhogy tök király. És egyébként az első gondolatom az volt, amikor megláttam, hogy ebből én bizony üvegházat fogok építeni, aztán ki tudja, lesz-e belőle valami. Persze egy csomó különböző színben kaptuk, az alapfa színektől a fekete-fehéren keresztül a fura kékig, amit valamiért mindig beleraknak. A választékba pedig én nem annyira szoktam kék dolgokat alkalmazni a ház külsején, illetve azokat a sötét vöröseket sem, amiket általában betesznek. Na, de nézzük meg a két ajtót, amit kaptunk. Az egyik egy ilyen kis, hogy hívják ezt, roló nélküli reluxa, vagy valami hasonló, mint egy ilyen sötétítő nélküli verzió, de egyébként ugyanaz, mint a másik. A másikon viszont van egy ilyen kis árnyékolós dolog. Persze a színeik ugyanazok, úgyhogy semmi extra. Én imádom ezt az ajtót, mondjuk ilyen hátsó ajtónak használnám, ami az udvarba vezet ki, a konyhából például, de bejárati ajtónak nem feltétlenül alkalmas. De amúgy nagyon-nagyon szép. De térjünk át a bútorokra, mert abból nagyon-nagyon sokat kaptunk ahhoz képest, hogy ez egy stuff pack, és mindenki tartsa el szem előtt, hogy ezeket a bútorokat mi szavaztuk meg, mi kértük, hogy legyenek itt, úgyhogy igazából nem is nagyon mondhatnék negatív kritikát, hiszen én is szavaztam, és egy csomó bútor bekerült, amire én is szavaztam. Itt van például ez a fonott kis szék, ami egyébként ebédlőszék, tehát hogy asztalhoz lehet hozzátenni, nem csak ilyen kis kerti kiülős. Nagyon-nagyon sok színben érkezett. Örülök, hogy kaptunk sárgát, kéket, zöldet, rózsaszínt, meg ilyen extrémebb színeket, mert egy modern házban is megállja a helyét, illetve kaptunk egy ilyen kis padot per ottomant, nem tudom, hogy is nevezhetném ezeket, de úgy is látjátok, mi van a képernyőn, szóval nem is feltétlen muszáj megneveznem. Ebből is többféle szín van, és egyébként van ilyen kis minta a tetején, csak mivel nem zárt térben alkalmazom, ezért sajnos nagyon fényes itt a terület, és annyira nem tudnak érvényesülni ezek a kis minták, de van pöttyös, meg csíkos, meg mindenféle, és ha jól láttam, sima is, aminek külön örülök. És itt jön az én abszolút kedvenc darabom ebben a kiegészítőben, ugyanis ez egy beltéri étkezőasztal, ami köré 6 darab széket lehet tenni, és mióta megjelent, átkozott buszok, motorok, meg mindenfélék ott mennek kint, és nagyon hangosan. Szóval mióta megjelent a Backyard Stuff Pack, amiben volt két asztal, ami köré 6 darab szín fért el, de ugye kültéri asztal volt, azóta azt várom, hogy legyen beltérre is ilyen, és végre megkaptuk. Erre a Stuff Packre kellett várni hozzá, és ez egy nagyon klasszikus darab, például ez a fehér, ez nagyon szép. Nekem ez a kedvencem, ezt egy modern házba is el tudnám képzelni, és imádom a türkiz verziót, mert illik a Parenthood Game Pack elemeihez, illetve a Cats and Dogs kiegészítő elemeihez is, úgyhogy ez nagyon-nagyon király. De lépjünk is túl, mert egy órát tudnék beszélni erről az asztalról.
És még van egy csomó bútor, amit meg kell mutatnom nektek. Például itt van ez a kis éjjeli szekrény-szerű cuccos, ami nem is éjjeli szekrény, de akár annak is használhatnánk. Kis tároló, amire virágokat meg ilyesmiket helyezhetünk, hogyha akarunk. És ebben az a király, hogy használhatjuk így külön, vagy van itt ez a következő tároló egység, ami ilyen kicsit szélesebb, és jobban meg van pakolva, nyitottabb. Szóval ezzel együtt is használhatjuk, ugyanis ezt felrakhatjuk valahogy a tetejére. Én úgy tudom, legalábbis a livestreamben azt mutatták, hogy ezt lehet így is csinálni, de lehetséges, hogy a Move Objects on csaláskód nélkül nem működik. Minden esetre ez a cuccos ott volt fent, itt bal oldalt a tetején. Most nem fogom beírni a Move Objects on csaláskódot, csak emiatt, de egyébként ez egy tök jó variációs lehetőség. Úgyhogy lépjünk tovább, van egy ilyen négyzet alapú dohányzóasztalunk, vagy kávézóasztalunk, kinek mi, nem tudom mi a különbség a kettő között. Nagyon rusztikus, nagyon klasszikus, és ezeket a sárga színeket nem tudom hová rakni, nem annyira szeretem a sárga bútorokat. Néhányban jól néz ki, de például egy dohányzóasztalnál annyira nem. Na mindegy, aki a régiesebb bútorokat szereti, az imádni fogja ezt az asztalt, én nagyon szeretem ezt is, de ezt túl sokszor fogom mondani a kiegészítő bemutatása során. Lépjünk is tovább, ez ne legyen olyan hosszú videó, mint a Create a Sim volt, mert nem érünk rá egész nap, és amúgy se nézi végig senki az egy órás videókat. Szóval van egy ilyen előszoba szekrényünk, illetve hát előszoba bútorunk, amiben fel van akasztva pár darab esőkabát-szerű. Természetesen a színkombinációk ugyanazok az összes bútornál, hiszen egy kiegészítőn belül azért arra törekednek, hogy a bútorok összeíjenek egymással. Van egy óriási szekrényünk, ez is inkább ilyen előszobába való, vagy talán egy mosókonyhába, esetleg egy nappaliba, de nagyon masszív, szóval semmiképp sem raknám be egy pici házikóba. Szóval mondjuk, hogyha építenék egy 4x4-es házat, vagy egy 5x5-öset, amit egyszer azt hiszem már meg is tettem, akkor ez valószínűleg nem kerülne bele. Na, lépjünk tovább. Az a jellegzetessége ennek a kiegészítőnek, hogy rengeteg sok polcot kaptunk, tehát ilyen polc elemet, és egyébként ide mindenhova lehet rakni dolgokat, úgyhogy majd megmutatom, hogy például egy kis virágot, vagy egy vázát, ide is ide lehet rakni, meg ide két helyre, illetve a vasaló és a kis dobozka közé is lehet rakni egyet, ami nagyon király, mert egyedivé lehet őket tenni, szóval ebben a kiegészítőben rengeteg polc van, és egy darab kép sincs, és határozott meggyőződésem, hogy ez az első olyan kiegészítő, amivel egy darab képet sem kaptunk, úgyhogy ez ilyen kis fun fact, legalábbis én így gondolom, aztán ki tudja. Itt van még egy polc, aminek a megjelenése nagyon hasonlít az elsőjére, de kicsit zártabb, színeiben ugyanaz. Igazából nekem egy is elég lett volna, de nem baj, mert a hatalmas mosókonyhákban legalább kombinálhatjuk őket, és nem lesz annyira üres a tér. És most jön a két másik kedvenc bútorom, illetve tárgyam. Ez a kis mosdókagyló itt, ami annyira nyers, annyira, hát, kezdetleges, bocsánat, valami kaparja a torkomat, hogy imádom, annyira egy ilyen kis pincében tudom elképzelni, vagy alaksorban, a mosókonyhában, de akár egy modern, vagy industriális stílusú konyhában is jól nézhet ki, úgyhogy valószínűleg fogom használni. És itt ez az ikonikus mosdókagyló, aminek az elkészítési folyamatait láthattuk, illetve nyomon követhettük a Sims hivatalos blogjában, hiszen osztottak meg képeket a tervezési folyamatról, illetve az ilyen nyers tervrajzokról, és nagyon-nagyon királyul nézett ki. És egyébként rengeteget dolgoznak ezekkel a tárgyakkal, hogy mindegyik úgy nézzen ki, ahogy, és például ilyen részleteket rá tudjanak varázsolni, az elég komoly munka, például itt ezt a sok koszt és rozsdát. Minden esetre én imádom ezt is, egy nagyon régi és öreg otthonban
el tudnám képzelni, mert minthogy nem egy öreg otthonban, ahol öregek laknak, hanem értitek, szóval egy öreg házban. És most jön a lényeg, ugyanis kaptunk mosógépet és szárítót is. Ezek nagyon-nagyon érdekesek, ugyanis például a szárító az, vagy lehet, hogy a mosógép is, de ezek az egyetlen olyan tárgyak, amikkel kétféleképpen is lehet szimeket gyilkolni, úgyhogy igazából a fegyvereket kaptunk, nem is használati tárgyakat, ugyanis áramütés hatására is meghalhatnak, illetve fel is gyulladhatnak, hogyha nem tisztogatjuk ki a szűrőjét rendesen bizonyos időközönként, ami, ha jól tudom, 20 mosás, illetve 20 használat után van. Azután sajnos fel fog gyulladni, és megöl mindenkit. Kivéve persze a gyerekeket, meg a kiskutyákat, kiscicákat, nagykutyákat, nagycicákat. Ők ugye nem halhatnak meg, csak időskorban. Na jó, nézzünk meg ezeknek is pár színt. Egy csomó élénk színben kaptuk őket, és egyébként az az érdekesség, hogy van egy olyan színkombináció, elvileg ez, aminél van egy ilyen kis pénzbedobós nyílás, ami nagyon egyedi, mert ugye nem hozhatunk létre mosodát a Sims 4-ben, tehát nincs külön ilyen telektípus, mint a Sims 3-ban volt, szóval egyáltalán nem lehet funkcionáló mosodát létrehozni, de ha valaki kreatív hangulatban érzi magát, és mindenképp akar egy közösségi telket létrehozni, ahol vannak mosógépek, annak ellenére, hogy egyik Sim sem tud otthon mosni, mert a mosás kizárólag az otthoni telekre korlátozódik, tehát csak ott tudnak mosni, és csak ott van szennyesük, így kizárólag dekorációs funkcióval bírna. A többinél nincs olyan, ott csak a mosógépet jelöli az a kis vízcsepp ott. És egyébként sokan kérdezték a livestreamben, hogy ezek pultba beépíthető tárgyak-e. Nem lehet berakni őket a pultba, pontosan azért nem, hogy ezek így egymásra rakhatóak legyenek, és egyébként ebben a kiegészítőben a gyerekek is végezhetnek mosást, ők is bepakolhatnak a mosógépbe, viszont mivel ők picik, nem érik el a tetején a szárítógépet, úgyhogy ezt csak akkor használhatják, hogyha ezek egymás mellett vannak. Szóval ez király, hogy így, hogyha kevés helyünk van, akkor csak egymásra rakjuk a kettőt, és már is poroltunk egy alapegységnyi helyet. De hogyha nem akarunk sokat szenvedni azzal, hogy kiválasztjuk külön-külön a mosógépet és a... ennek nem tudom úgy változtatgatni a színét, mint a többinek, tehát nem változtatja egyszerre. Hogyha nem akarjuk azzal tölteni az időnket, hogy megkeressük, melyik a mosógép, melyik a szárítógép, mert egyébként teljesen ugyanúgy néznek ki, akkor van egy ilyen kis egymásra pakolt verzió, de ezt is szét lehet szedni. Úgyhogy nem feltétlenül kell egyesével kirakni a dolgokat. És most jön az én egyik kedvenc hozzáadásom a játékhoz, ugyanis van egy ilyen kis mosóládika, vagy ilyen kis lavor, amiben kézzel moshatnak a szimek, és ez tök király, mert hogyha csinálok egy nagymamát, mondjuk, akkor tuti kézzel moshatom vele a ruhákat, az én mamáim javarészt kézzel mosták a ruháikat egész életükben, szóval ez elég jellegzetes. És hát van 3 szennyes kosarunk, amiben repülnek a szennyesek, hogyha átöltözik az adott szim, kivéve, hogy ha a szimünk lusta vagy trehány, mert akkor szanaszét hagyja az egész telken a ruháit minden egyes alkalommal, amikor átöltözik. Természetesen közösségi telek esetén nem, mint ahogy említettem, ott teljesen funkcióját veszti a mosógép, illetve a kis szennyes tartókosár is. És akkor bizony össze kell takarítani utána, de egyébként nem akarták olyanra készíteni a játékot, hogy büntesse a játékosokat, ezért ez csak egy ilyen kis plusz dolog, amit elvégezhetsz, de természetesen nem kötelező, hogyha nem veszed meg a mosógépet, a szárítógépet és ezeket a kis szennyes tartókat, akkor egyáltalán nem kell mosnod, mert nem termelnek szennyest a szimek. És egyébként bárhol vagy a telken, elég egy darab ilyen kis szennyes tartókosár, magától oda mennek a ruhák, szóval menő, nem kell sokat takarítani, és persze a napra is kiterítheted száradni a ruhákat, de ott sokkal tovább tart megszáradniuk, olyan 12 szimórát vesz igénybe, és nagyon-nagyon cuki
az animáció ehhez, ahogy kiteregetnek a szímek, úgyhogy ezt majd meg fogjuk nézni, ugyanis lesz majd még egy kritika videóm a gameplay elemekről, hogy mi hogyan működik, hogyan kell mosni, és mit hogyan csinálnak a szímek, és milyen kis trollkodásokat tudnak végrehajtani mosás közben. Úgyhogy majd ezeket is megnézzük, de addig haladjunk tovább a dekorációs elemekkel, például ezzel a kis állványra felhelyezett virágládával, ami annyira szép, ilyen kis, hogy hívják ezeket? Nem rózsakaktusz, nem kaktuszrózsa, nem tudom én micsoda, de imádom azokat a növényeket. Nővéremnek is volt egy csomó. Ez is persze különböző színekben jön. És nagyon szép. Ez eddig a kedvencem. Akkor van itt külön egy kis mosószerünk, vagy öblítünk, kinek mi. Nem igazán lehet eldönteni. És amint látjátok, a polcokra ide is lehet rakni őket, hogyha szeretnénk. Tehát tetejére is mindenhova. Itt nagy szekrényt telepakolhatjuk ilyenekkel. Akár az előszoba szekrényt is. Vov, még oda is lehet rakni. Meg ugye ide, ennek csak a tetejére. Illetve annak is a tetejét rakhatjuk tele ezzel a dekorációval. Persze bármi mással is lehet. És pluszban kaptuk ajándékba azt, hogy nagyon sok komment érkezett a készítőknek azzal kapcsolatban, hogy szeretnék külön is ezt a kis vödröt a papírtörővel és vegyszerekkel, és volt egy kis plusz szabad ideje a designernek, vagy hát aki készíti ezeket az elemeket, ezért úgy döntött, hogy hát jó, legyen egy külön is, és ezt megkaptuk pluszba, ajándékba, szóval ez igazából nem volt tervben. Én nagyon örülök neki, hogy meghallgatták a kommentelők kéréseit. És kaptunk egy ilyen... Hoppá! Jaj, lejtettem az egeremet. Ciki! Most nem tudom, hol vagyunk. Oké. Visszataláltam. Szóval van itt egy ilyen kis csendélet, ami egy hatalmas dekoráció, szóval lehet, hogy egy csomószor lecsökkenteném a méretét egy kis csalással. Ebből csak 5 fajta színkombináció van, de imádom. Én simán el tudom képzelni, hogy a bejárati ajtó mellé oda teszem majd valamikor. Van még pár faldekorációnk, például ez a kis mosó valami, amin húzgálják a cukkiniüket a szímek, mert ha megnézitek majd az animációt, úgy néz ki az a ruha-szerű valami, amit húzgálnak fellel, mint egy cukkini, vagy egy uborka, vagy egy zöld padlizsán, vagy valami hasonló, de mindenképp ilyen zöldséghatást kelti. Nagyon vicces. Valami más színt, ha választottak volna, talán kevésbé érezném, úgyhogy egy zöldség. Van még seprünk lapáttal, ami bár nagyon úgy néz ki, mint amit használni lehet, nem lehet használni, ez kizárólag dekoráció, a szímek sajnos nem tudnak ezzel felsöpörni a házban, pedig tök menő lenne. Mondjuk lehet, hogy úgy már túl sok mindent kéne csinálniuk, és nem feltétlen lenne élvezetes a játék, hogyha egész nap takarítaniuk kéne a szímünknek. Úgyhogy nem mindegy. Van egy ilyen kis törölközőtartó, amin talán száradnak a kis törölközők. Annyira nem tudom hova tenni funkció szempontjából, de aranyos fürdőszoba dekoráció lehet. Nem tudom, mi van velem, az R betűket nem tudom kimondani. Ma legalábbis van egy ilyen kis koszorunk, ami nagyon-nagyon szép, nagyon hippis. Ez tök menő. Egy esküvőre alkalmas lenne. És szerencsére ez egy olyan koszorú, ami nem feltétlenül karácsonyi, ugyanis eddig csak karácsonyi koszorúkat kaptunk az egyes frissítésekbe, úgyhogy végre valaki letöltötte a házamat. Ja nem? Tetszett neki. Tök jó. Ja, szóval ez egy nagyon szép kis dekoráció. Van egy vasalunk, ami szintén nem funkcionál, annak ellenére, hogy mikor szavaztunk a különböző gameplay elemekről, tehát hogy mit csinálhassanak a szímek, ezt is megszavaztuk, illetve hogy ez is egészen sok szavazatot kapott, hogy lehessen vasalni is, viszont ugye szem előtt kellett tartani, hogy ez egy staff pack, és minél több ilyen tevékenységet és elfoglaltságot bele akarunk zsúfolni, annál inkább közeledik a game pack határához, hogy már annyi minden van benne, hogy
egy gamepackként kéne eladni, és szerintem egy laundry gamepacket senki nem vett volna meg, tehát az egy drágább kiegészítő, sokkal több minden van benne, és nem feltétlenül érdekelte volna az embereket egy hatalmas kiegészítő, kizárólag a mosás köré összpontosítva, úgyhogy jó így, nem baj, hogy nem vasalhatnak a szimeink, hoppá, megint kiválasztottam a kis koszorút, és vannak kerti bútoraink, vagy hát ilyen kis ülő alkalmatosságaink, amik fonottak, és színesek, és egyszerűek, és nagyon szépek. Én imádom őket, de akár egy nappaliba is be lehet tenni őket, tehát nem feltétlenül kinti bútorok. És persze ugyanaz a színkombináció a fotelben és a kanapéban is, úgyhogy annyira nem mutogatom körbe őket. És akkor van még egy kis polc, mert a polcokból sosem elég, ez lehet a mottoja ennek a kiegészítőnek. Pár kis kosárka van felakasztva polccal, és természetesen a polcokat tele lehet pakolni, és imádom, hogy mennyire egyszerűek és egyszínűek ezek a kis kosarak, tehát nem túl rikítóak és felhívóak. Én nem annyira szeretem a rikító bútorokat, úgyhogy én örülök ennek a kiegészítőnek, mert bár van néhány bútorban ilyen rikító sárga verzió, azok úgy elférnek a többi mellett. Én valószínűleg a többit fogom használni, és van még egy ilyen kis kosaras megoldás, amiben virágokat látunk, és egy kis tobozt, vagyis egy pár tobozt. Ez is nagyon szép, kicsit őszies a tobozok miatt. Nem tudom miért. A tobozok nem is össze vannak. Vagy de? Nem tudom, mindegy. Nekem ez egy akkor is őszies kis dekoráció. És itt az egyik kedvencem, ez egy kültéri dekoráció igazából, vagyis hát egy kültéri kis fa, ami mégis cserépben van, de én tutira be fogom rakni a házam belülre, mert ott is elfér, és nagyon-nagyon szép. Kicsit gyorsan változtatom a színeket, de azért remélem tudjátok követni. Ah, nagyon szép. Ez az első ilyen a Sims 4-ben. Akkor van még egy-két kosarunk, talán már nem használt szennyes kosarak, vagy ezzel viszik kiteregetni a cuccokat, ami igazából nem igaz, tehát ez csak dekoráció, de kitalálhatunk köré ilyen mesét. Ó, kihagytam a szőnyegeket? Akár. Visszamegyünk. Ez is egy érdekes dolog. Egyébként itt van ez a szőnyeg, és ez a szőnyeg, illetve ez a szőnyeg, amik eredetileg nem lettek volna benne a kiegészítőben. Ezeket csak pluszban kaptuk ajándékként. Itt vannak a különböző színek, mindegyikből négy van. Ugyanis eredetileg ebben a formában kaptuk volna meg őket, erre szavaztunk, mikor szavazni kellett a különböző elemekre. Itt azért jóval több variáció van szerencsére. Szóval így kaptuk volna meg, de eddig minden egyes kiegészítő alkalmával kritizáltuk a készítőket, hogy miért csinálnak ilyen szőnyeg kombinációkat, és miért nem adják oda egyesével külön a szőnyegeket, mert mi össze tudjuk rakni őket úgy, ahogy akarjuk, nem kell nekünk előre összerakni, tehát például én is jobban szeretem magam kitalálni, hogy hogy legyenek a szőnyegek, és ezúttal kivételesen meghallgattak minket, és odaadták őket egyesével, amiért én nagyon hálás vagyok, illetve van még itt egy két ilyen köralakú szőnyegünk, ebből is csak egyet kaptunk volna, de mivel ugyanúgy köralapú volt az összes, amire amúgy lehetett szavazni, ezért úgy gondolták a készítők, hogy egy fene, belerakják a másik kettőt is. Őszintén szólva nem tudom, melyik volt a három közül, ami nyert. És ezek ilyen kis egyszerű színekben jönnek, úgyhogy egyik sem túl rikító a sárga kivételével. Na, szóval nem tudom, hogy melyik nyert, de örülök, hogy mind a hármat megkaptuk, úgyhogy ez király. Tehát már is sokkal több elemet kaptunk, mint amennyit alapból vártunk. Úgyhogy ez egy kellemes kis meglepetés. És így talán megmutattam a szőnyegeket. Most pedig megmutatom a maradék három elemet, és aztán végeztünk is ezzel a kritikával. Például itt van egy ilyen kis gyógynövény, fűzér, talán
így nevezném, vagy ilyen kis gyógynövény csokrok felakasztva a falra. Mondjuk az úgy néz ki, mint egy adag répa vagy paprika. Nem tudom hova tenni őket, az pedig lóhere. Talán a konyhába tudnám elhelyezni őket, de esetleg a mosókonyhába is, mert lehet virágokat hozzáadni a mosáshoz, és akkor sokkal jobb illatú lesz, úgyhogy lehet, hogy például ott tárolják a szárított növényeket, ezt így jól összevontam, és akkor ezeket pakolják be a mosógépbe. Szóval ez tök szép, de mondjuk fura az a paprikaszerű cucc ott. Na mindegy, van még egy asztali dekorációnk, ami direkt ehhez a kör alakú asztalhoz lett készítve, ugyanis ezen néz ki a lehető legjobban. Három darab gyertya egy ilyen kis kör alakú edénykében, és hát nagyon elegáns és egyszerű. Én imádom az egyszerű dolgokat, úgyhogy valószínűleg sokat fogom használni, amúgy is szeretem a gyertyákat, úgyhogy ehhez a lámpához most be kéne írnom a Move Objects on csaláskódot, de nincsen kedvem hozzá, ti is látjátok, hogy ez egy darab kis égő, ami lóg a falról, és erre már olyan régóta vártak a szimerek, mindenki ezért panaszkodott, hogy legyen már egy ilyen, mert egy pincébe vagy egy alagsorba nem való az a sok-sok csicsás lámpa és csillár, amink van, és tök jó lenne egy ilyen lámpa. Ráadásul, hogyha felnagyítjuk, illetve lecsökkentjük a méretét, akkor össze tudjuk rakni ezt egy ilyen kis csokorba, és egy modern lámpa formációt is alkothatunk magunknak, szóval én már nagyon várom, hogy használjam, és örülök, hogy itt van. Végre megkaptuk, amit szerettünk volna, én csak ajánlani tudom ezt a kiegészítőt, főleg azoknak, akik a régi stílust szeretik, illetve, hogy azoknak, akik nagyon élvezték mondjuk a Sims 3-ban, azt hiszem az Ambitions kiegészítőben volt a mosás funkció, akik azt nagyon szerették, azok biztos imádni fogják ezt a kiegészítőt, és itt az összes cucc, amit kaptunk, ha összehasonlítjuk például a... melyik volt ez a kiegészítő, amiben nagyon kevés cucc volt? A Cool Kitchen Stuff Pack-kel, akkor ha megnézzük, hogy most 4,5, 4 és 3 negyed sornyi bútort kaptunk, akkor nem sikerül beixelni. Lefagyott. Jó, szóval ha ezt beixeljük és megnézzük a Cool Kitchen Stuff Pack-et, akkor abban viszont csak 2,25 sornyi bútor van, és ruhákból sem kaptunk olyan sok cuccot, szóval, hogyha engem kérdeztek az árérték arányról, akkor ez a Stuff Pack éri meg a legjobban, hogy megvegyük, hiszen rengeteg új dolgot kaptunk, sokkal többet, mint a kezdetleges kiegészítőkbe, úgyhogy én semmiképpen nem mondjuk egy Cool Kitchen Stuff Pack-re, vagy egy Luxury Party Stuff Pack-re fektetnék be, hogyha nem tehetném meg, hogy az összes kiegészítőt megvegyem, hanem például egy Laundry Day Stuff Pack-re. Így, hogy most már láttátok az összes bútort, ami érkezett, bízom benne, hogy el tudjátok dönteni, hogy kellene nektek ez a kiegészítő, vagy nem. Én örülök, hogy itt van, és már nagyon régóta vártam, úgyhogy majd érkezünk egy gameplay-es kritikával is, de addig is legyetek jók, sziasztok!